Egy leromlott épület volt az örökségünk, de értékes örökség volt. Egy olyan ház, amibe az Úristen már nagyon sok munkát fektetett, és mégis úgy tekintettünk rá, mint ami teljesen alá van vetve a mulandóság fogának. Fiatalos lendület kellett ahhoz, hogy nekiálljunk a javításnak, mondta Kasszó Gyula lelkész avató beszédében. Használaton kívüli lomtár volt az épület, mely most újjáélett poraiból. Az épületet megörökölte a református közösség, a templom és környéke Szekszárd belvárosának legnagyobb egyhelyrajzi számmal bíró egysége. A területen álló egykori kántorház újult most meg. 2014-ben jött az ötlet a felújításra. Hozzunk létre egy ifjúsági központot. Egy olyan ifjúsági házat ebből az egykori kántorházból, ami a gyülekezet épülését szolgálhatja. És akkor indultak el ezek a munkálatok, tényleg annak érdekében, hogy legyen egy hely, ahol a fiatalok is megtalálják a helyüket, és legyen egy önfenntartó hely ez a ház. A ház az országos Kéktúra útvonalán fekszik, így kézenfekvő volt, hogy a hálótereket is kialakítsanak benne, 20 fő befogadására lett alkalmas. Kasszó Gyula azt mondta, a gyülekezetnek nagy áldozatába került a ház felújítása, de hitük szerint kimunkálja majd, hogy ne legyen nagy érvágás a gyülekezetnek, hanem önállóan működő egység. Durván 250 iskolai hittanosunk van, és van 6 óvodai hittanoktatási csoportunk, és abban reménykedünk, hogy a fiatalokhoz közel tudjuk hozni az örömüzenetet, az Isten közelségét itt a templom közelében meg tudják érezni, és utána megérzik a közösségnek a megtartó erejét is. A lelkész úgy fogalmazott, a gyerekek szétszaggatódnak a mindennapokban, és szükségük van egy lelki otthonra. Ez a ház alkalmas lesz erre a célra is.